Váltsunk egy kicsit témát, ismét a stúdióból köszöntjük kedves nézőinket. Szóltunk már korábban adásunkban róla, hogy működik a főiskolán egy lelkészség. A témában vendégünk ismét Varga József Káplán úr és Sándor Bernadett hittanár történelem egyetemi szakos hallgató, egyetemi szintű szakos hallgatónk. Talán az nem árt visszatekinteni egy kicsit, hogy az elmúlt időszak óta mennyire ismerték meg a hallgatók a lelkészség munkáját, mennyire tudják, hogy működik, van, keresik önöket. Mi a tapasztalat, Káplán úr? Az elmúlt tanévben úgy is mondhatnám, hogy szinte jelképesen volt jelen a lelkészség a főiskola életében, hiszen nem a főiskolán belül működtünk eddig, hanem főiskolán kívül egy kollégiumban volt a bázisunk. Ebben az évben egy óriási előrelépés volt a tekintetben, hogy bejöttünk a főiskola épületébe, és itt a teológia tanszéken működik a lelkészségünk. Ez több szempontból fontos. Egyik, hogy amit már az előzőekben is nagyon sokszor mondtunk, hogy itt a főiskolán a jövő nemzedék pedagógusai tanulnak, készülnek a idézőjelbetéve nagybetűs életre, és mi szeretnénk itt egy olyan közösséget biztosítani számukra, ahol valóban hitelesen tudják megélni a hitüket, felkészülni a felnőtt keresztény életre, és ugyanakkor egy ilyen olyan közösséget szeretnénk számukra biztosítani, ezen felül, ahol a keresztény jellegű szórakozásuk is megvan egyben, tehát baráti kapcsolatokat tudnak kiépíteni olyan emberekkel, akik szintén keresztény módon gondolkodnak. Úgy gondolom, hogy mostanra talán eléggé nagy felkiáltó jel ez a lelkészség iroda, ahogyan mi hívjuk egymás között, ahol be is jöhetnek minden hétfőn délután, kedden délelőtt és szerdán délelőtt, vagy az önkéntes csoport, vagy mindannyian közösen jelen vagyunk az irodában, és felkereshetnek bennünket. Könyvtárat tudunk biztosítani, nyilván teológiai jellegű, vagy hitbéli jellegű könyveket. Milyen változást adott a hallgatók életébe, Bernadett, hogy van ez a lelkészségi iroda? Hát a lelkészségi tanács, amely ugye egy szorosabb közösséget jelent a lelkészségen belül, hát a tanács számára nagyon sok feladat van, ugye, ami nagyon sok időt igényel, de ezt nagyon szívesen csináljuk, tehát nagyon nagy a lelkesedés. Bár ugye idő hiányában sokszor szenvedünk az iskolai elfoglaltságaink miatt, de időt szentelünk sokat az előkészületekre és a programokra, és nagyon szívesen csinálunk mindezt. Programokról beszélünk, milyen programokra készülnek november, december hónapban? Ugye vannak állandó és alkalmi programjaink, az állandó programjaink között vannak liturgikus programok, úgy mint a Szentmise, amely a Veni Sanctival kezdődött, és terveink szerint minden hónap első hétfőjén a Líceum kápolnában lesznek ezek a Szentmisék. December 3-án lesz a következő. Novemberi programjaink, egy előadással készülünk. A történelem tanszékről dr. Bartók Béla tanár úr jön előadást tartani, 1956 keresztény szemmel. Ez november 20-án lesz, kedd este 7:30-tól a történelem tanszéken, amire nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. Decemberi programjaink, ugye december 3-án a Szentmise, ezt követően, illetve ezelőtt egy kézműves délután tervezünk, ami egy kötetlen beszélgetésre ad lehetőséget is, ezáltal ugye nagyon reméljük, nagyon sokakat megismerhetünk a főiskoláról, valamint december 10-én a Pécel ifjúsági énekkar jön, ez egy hétfői este, és a Mária Oratórium című darabot adják elő. Ezt honnan találták meg, hogy találtak rá erre az együttesre? A Pécel ifjúsági énekkar tagjainak egy része ide jár az Eszterházy Károly főiskolára. Az egyik tag, Gergő, a lelkészségben is aktív szerepet vállalt, és igazából Sia Jenő az, akihez kötődik ez a Mária Oratórium című mű, és az ő darabját adják majd elő. Ki irányítja igazán ezt a munkát? Káplán úr, a hallgatók közösen, hogy működik? Még mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, még egy programra hagy térjek ki, hogy az állandó programjaink között vannak olyan jellegű liturgikus programok is, például minden hónapban a harmadik szerdájának a szentségimádása, amit egy olyan programmal szeretnék tenni, ami nem annyira a lelkészség programja, mint inkább az önkéntes csoport programja. Hogy először magunk között alakítsunk egy olyan közösséget, ami nem annyira, vagy nem pusztán
dolgozó közösség, hogy állandóan szervezünk, állandóan tevékenykedünk, hanem van az életünkben egy pillanat, minden hónapnak a harmadik szerdája, amikor megállunk egy pillanatra, és próbáljuk a saját Isten kapcsolatunkat kiépíteni. És ebből következik a kérdésre a válasz, hogy valójában az érsek úr engem bízott meg a lelkészség vezetésével, de egy fecske nem csinál nyarat címmel. Nyilván segítségre van szükség. És az önkéntes csoport, aki a lelkész, mindenkori lelkésznek a segítségére van. Nyilván itt az önkéntes csoporton belül vannak úgynevezett munkacsoportok, ilyen például a kommunikációs és sajtómunkacsoport, vagy a zenei munkacsoport, vagy az önkéntes csoport, akik kimondottan a programokat szervezik. És ezúton is ezeknek a csoportoknak nagyon nagy köszönet a munkájukért, és kérjük továbbra is, imádságainkban is, meg valóban a Szentlélek megerősítését, hogy valóban tudjunk erőteljesen jelen lenni a főiskolások életében. Mennyire zárul be a kör csak hittanár szakosokkal? Tehát más, akinek nincs a teológia tanszékhöz közvetlen kapcsolata, az keresi a lelkészséget? A lelkészség mindenki felé nyitott, bárki megkeresheti, akár a lelkészt, akár az önkéntes csoportból bárkit, és ezért is nagyon jó, hogy az önkéntesek innen a főiskoláról vannak, hiszen talán évfolyamtárs, vagy éppen barát, vagy barátnő, aki kapcsolatba szeretne lépni a lelkészséggel, de valamilyen oknál fogva valami gát, akadály van az életében, az megteheti az évfolyamtársán, vagy ismerősén keresztül is ezt. Mi a tapasztalat egyébként, hogy ez az iroda most már működik, megvan az ügyfélfogadásnak, vagy így ennek a hivatali órának a rendje is, mert hát kellenek ezek a keretek egy ilyen területen is. Mi a tapasztalat, mennyire tudják már a főiskolások, hogy fordulhatnak ide, és mennyire fordulnak ide? Hát mivel most alakult ki ez az iroda, még nagyon a kezdetek kezdetén vagyunk, tehát nem sokan tudnak még az irodáról magáról, még színesebbé tesszük, hogy kicsit látványosabb legyen, de vannak érdeklődők, és reméljük, hogy lesznek minél többen. Hogyan kell ezt elképzelni? Tudom, hogy minden eset egyedi, de ha valaki betér ide, akkor mi várja ott, ki köszönti ott? Az atyával megbeszélés alapján úgy alakult, hogy hétfőn és szerdán mi fiatalok vagyunk bent, tehát főiskolai hallgatók, kedden pedig az atya vállalta azt, hogyha valaki lelki beszélgetésre, gyónásra szeretne betérni, akkor ő azokat a fiatalokat szívesen várja. Tehát, hogyha betér bárki, akkor igazából eligazítást tudunk adni programokkal kapcsolatban. Ha valamit meg szeretne osztani velünk, bánata van, vagy valami öröme, azt természetesen megbeszélhetjük, és nagyon, tényleg nagyon nyitottak vagyunk mindenki felé. Akkor egyfajta információs és lelki központ is ez az iroda, hiszen kettő szerepet kell, hogy betöltsön. Szó volt arról itt a programoknál, hogy ugye lesz történelem tanszéki tanár, aki előadással készül, illetve az itt tanulókon keresztül távolabbi közösségeket is elérnek és meghívnak, bevonnak a főiskolai lelkészség programjába. Mennyire tudatos az, hogy keresik a kapcsolatot a főiskola más tanszékeivel esetleg, vagy másfajta programjaival? A főiskolai lelkészség az, ahogyan az előbb is mondtam, mindenki felé nyitott, tehát szaktól függetlenül. És nyilván szeretnénk ugye a tanszéki tanároknak is a szakmai tudását egy kicsit beépíteni a lelkészség életébe, hiszen a lelkészség közösségeiben vannak olyan emberek, akinek a érdeklődése esetleg az irányú, és olyan módon is szeretne fejlődni. Tehát itt hitbéli, felnőtt keresztény embereket szeretnénk a közösségeinkben faragni az emberekből, hogyha lehet így mondani. Kicsit tekintsünk előre, közeleg a következő hónap legszebb ünnep az évben. Hogyan készülnek rá lelkészségnél karácsonyra? A december 10-i programunk, ahogyan Bernadett is mondta, már erre irányul. Ugyanakkor a adventi időben szeretnénk egy lelki estét is szervezni a főiskolai lelkészségen belül, aminek lesznek nyilván lelki töltete is, de ugyanakkor egy ilyen kapcsolatot építő baráti beszélgetés is lesz benne.
hiszen az advent az arra irányítja a figyelmünket, hogy újítsuk meg az Istennel való kapcsolatunkat, és ennek része az embertársakkal való kapcsolatunk megújítása is. És ugyanakkor a segítő Szűz Mária kollégiumban szervezünk majd egy közös karácsonyestét, amelynek az időpontjáról még majd fogjuk értesíteni a érdeklődőket. Illetve nagyon fontos, december 20-án készülünk egy hangversennyel a Líceum kápolnájában, ami egy előkarácsonyi ünnepélyes est lesz. Ez egy nagyon szép sorozat lesz decemberben, úgy alakul szinte, hogy hétfőket, szerda, csütörtökön minden este egy-egy jellegű karácsonyi koncert lesz ott, úgyhogy ebbe a sorozatba szépen illeszkedik ez is be. Hát köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Ha minden fontosat elmondtunk erről, akkor itt köszönnénk meg, hogy eljöttek. Mi is köszönjük, hogy itt lehet. Köszönöm szépen.